Okay. 40-es lap végén tartunk, amár Rába ki a Vinambéra Funa, azt mesélte Rába, hogy amikor Ráf Hunánál tanultunk, így Bajlan, akkor a következő kérdésünk merült föl. Bárbé Ráf, de Jasszibe tán Nisszabe Málléde Savata. Egy tanult ember, aki pénteken tartja a böjtjét. Máhulás Lumé, azt a böjtöt be kell fejezni, vagy nem kell befejezni. Miről van szó? Ugye többféle böjt lehetséges, a legszigorúbb böjt, az Jom Kipur, az egyetlen olyan böjt, ami a tórai, amely tórai előírás. Aztán vannak olyan böjtnapok, amelyeket a rabbik rendeltek el, általában valamilyen gyásszal kapcsolatosak, ilyen mondjuk a Tisza B'Av, az Áfó 9, vagy a Szorbe Tévész, a Tévét 10-e, vagy Sivaszorbe Támusz, Támusz 17-e, ezek mind a szentély pusztulásával kapcsolatosak, hogy ilyen lesz például a holnapi böjt, a Com Gedália, Gedália meggyilkolásának az emlékére, ami Rosh Hashanakor történt, de Rosh Hashanakor nem lehet böjtölni, úgyhogy ezt másnap, Rosh Hashanah másnapján tartjuk. Aztán voltak olyan böjtök, hogy vannak olyan böjtök, amikor mondjuk nagyon rossz az időjárás, nincs elég eső, és az esőért való imának a részeként elrendelünk hétfőn, csütörtökön, hétfőn egy egész rendszerben böjtnapokat. És aztán vannak, lehetnek különböző más böjtnapok, például, hogyha valaki magára vesz, Tajni Sziachit, magára vesz egy böjtöt, és azt mondja, hogy most holnap én böjtölni fogok, ez is egy lehetőség. Most mivel akkor valaki magára vett egy böjtöt pénteki napra, csak hogy az a probléma, hogy pénteken bele fog csúszni a sábezbe. A böjt szabad-e pénteken böjtölni, és a böjt ugye vége az elvileg a csillagok feljövetelekor lenne, de a sábez bejövetele az már egy órával korábban, a szürkületkor elkezdődik, akkor ilyenkor be lehet-e fejezni a böjtöt. Szabad-e megsérteni a szombatot azzal, hogy böjtölünk. Ugye alapból szombaton, csak hogy értsük, a szombaton tilos böjtölni. Az egyetlen böjt, amit szombaton is megtartunk, az a Jom Kipur. Minden más böjtöt nem szabad szombaton tartani, illetve pontosan van egy kivétel, a Tajnis Halom, a rossz álom utáni böjt, azt lehet szombaton is tartani, mert ez annyira az emberek a lelkét nyomasztja, a rossz álom, és az alól ad egy ilyen felszabadulást, vagy felszabadít. Ez a böjt, ahogy erre a Brachot traktátusban részletesen tanultunk, az egyetlen böjt, vagy önkéntes böjt, amit lehet szombaton tartani. De bármilyen más önkéntes böjtöt, vagy akár rabinikus böjtöt is nem tartunk szombaton. Tehát például, hogyha Tisza B'Av szombatra esik, akkor azt nem szombaton tartjuk, hanem áttoljuk a következő napra, vasárnapra. Most ugye, ha ez így van, akkor felmerült az a kérdés, hogy rendben van, hogy nem tartjuk a böjtöt szombaton. De mi van akkor, hogyha én magamra vettem egy böjtöt a pénteki napra, akkor a pénteki böjtöt szabad-e befejeznem, hiába csúszok bele a sábezbe, vagy még a sábez bejövetele előtt abba kell hagynom. Loj havebe jadej, de a Funa nem tudta a választ. Aszelek a Médrev Júda, Loj havebe jadej. Erre eljöttünk Rav Júdához, és Rav Júdát is megkérdeztük, és ő se tudta a választ. Amen Rave, nechze anon. Rave előállt egy válasz javaslattal. Szóval nézzük csak meg. Van egy brájta, ami Tisza B'Avról szól, Áfó 9-éről, és az Áfó 9-i böjtnél a következő szabályokat írja le. De tánya, Tisza B'Av se halli ez be sábesz, vechén erev Tisza B'Av se halli ez be sábesz, éche veseiche cerche máles, lukhané a filuk szudas leim be sájtaj. Mi van akkor, hogyha Tisza B'Av szombatra esik, vagy Áfó 8-a szombatra esik. Akkor szombaton az ember eszik, iszik, és nem kell aggódnia semmitől. Ugye mind a két esetben a gyakorlatban a böjtöt azt vasárnap tartjuk. Ugye ha Áfó 8-a esik szombatra, akkor magától értetődő, hogy vasárnap tartjuk. És hogyha Áfó 9-e esik szombatra, akkor ahogy az előbb említettem, a böjtöt egy nappal később tesszük.
Most ugye nem kell tartanunk attól, hogy hát mégse illik, hogy jó, hogy arré tettük a böjtöt, de egy kicsit azért sanyargassuk magunkat, és ne együnk olyan finom ételeket, ne együnk húst, ne együnk bort. Nem. A szombatot ki lehet használni, és szombaton olyan, nem, nincs egyáltalán gyász, tehát bármit lehet enni, bármit lehet inni, és a böjt az majd csak vasárnap lesz. Oké, ez az első törvény. Mi van akkor, hogy halli ez Tisza B'Av-be Erev Sábesz? Mi van akkor, hogyha péntekre esik a Tisza B'Av? Mi vin loj? Béca ve éjjel kedés lej kanesz le Sábeszok súmóna. Itt van egy fontos szabály, hogy a böjtöt nem szabad befejeznie pénteken, hanem még a szombat bejövetel előtt hoznak neki egy kis ételt, az ember vegyen valami keveset, egy kisebb, mint egy tojásnyi ételt, és ez egy, nem egy igazi étkezés, hanem csak egy kis nassolás, és valamit nassoljon a szombat bejövetel előtt. Miért? Hogy ne éhezve menjen be a szombatba. Ugyan van egy olyan előírás az embernek péntek délután, nem szabad sokat ennie, hogy ne legyen a hasa teli, amikor a kidushoz, a szombati étkezésre kerül a sor, és jó étvágya legyen. De ugyanakkor az sem jó, hogyha éhezve jön be a szombatba, vagy lép be a szombatba, és ezért Tisza B'Av-kor hiába esik Tisza B'Av péntek, ha péntekre esik, akkor hiába van Tisza B'Av, nem kell befejezni a böjtöt, hanem még a Sábesz bevetele előtt egy nassoljon valamit, hogy ne éhezve lépjen be a szombatba. Ugye most csak jelezném, hogy a jelenlegi naptárunk szerint Tisza B'Av nem eshet péntekre. Viszont eshet szombatra és eshet vasárnapra. Tehát ez a szabály, amit itt tanulunk, hogy a péntekre esik a böjt, akkor azt nem kell befejezni, sőt nem is szabad befejezni, hanem enni kell valami keveset a böjt vége előtt, azért, hogy a szombatot azt ne éhezve köszöntsük. Ez a lehetőség, ez Tisza B'Av kapcsán nem merül föl. Az egyetlen olyan böjtünk, ami péntekre tud esni, az a tévét tizedike, ami ugyancsak a szentély pusztulásával kapcsolatos, és ott különben csak azért mondom, hogy nehogy félreértsük, a halaká az az, hogy a tévét tizedikei böjtöt be kell fejezni, és nem szabad elkezdeni enni, nem hogy a szombat bejövetele előtt, hanem a szombat bejövetele után is csak a csillagok feljövetele után lehet enni. De itt még a Talmudban ezt nem így követték, vagy nem feltétlenül ez volt az álláspont, és azt mondta, most azt mondja Rave, ebben a brájtában látjuk, hogyha a böjt az péntekre esik, akkor nem kell, nem szabad megvárni a böjt végét, hanem a szombat bejövetel előtt valami keveset nasolni kell, hogy az ember ne éhezzen, amikor a szombat bejön. Most mit látunk ebből? Azt látjuk, hogy egyértelmű, hogy a böjtöt nem kell befejezni, és ez ugye választ ad a kérdésünkre, amit kérdeztünk az előbb, ugyanúgykor egy magánjellegű böjtöt is, hogyha én magamra veszek egy böjtöt, pénteken böjtölni fogok, akkor nem fejezem be a böjtöt a szombat bejövetele utáni csillagok feljöveteléig, ahogy normálisan tenném, hanem még a szombat bejövetele előtt valamit nassolok. Oké. De most látjuk a következő brájtából, hogy ez az álláspont, ez nem egy átfogó általános álláspont, hanem itt van egy vita. Tánya, amár Rabbi Yehuda, a pálmachászainu jönsvénifné Rabbi Akiva, a Tisza B'Av se halli, az berev sábesz haja. Rabbi Yehuda a következőt mesélte. Egyszer Rabbi Akivánál voltunk vendégségben, és pont egy olyan év volt, hogy Tisza B'Av péntekre esett. Viulaj bécemegul gelleszuk ma beloj melach. És a böjt végén, még a szombat bejövetele előtt, és még a böjt vége előtt hoztak neki egy kis rántottát, és ezt gyorsan bekapta só nélkül. Beloj sajjott tajvla, és nem azért, mert annyira kívánta. Előle hárészetel midim a locha, hanem csak azért, hogy megmutassa a tanítványoknak, hogy mi a szabály pedig az, hogy az embernek nem szabad éhezve belépni a szombatba, és ezért Rabbi Akiva meg akarta mutatni, hogy még a böjt vége előtt valamit eszik. Viszont Rabbi Yoisi Yoimer, Misaneu Maslim, Rabbi Yoisi viszont azt mondja, hogy a böjtöt be kell fejezni, és hiába jött be a szombat, nem hogy
nem úgy a szombat bejövetele előtt eszek valamit, hanem még a szombat bejövetele után sem eszek, egészen addig, amíg a csillagok föl nem jönnek, akkor be kell fejeznem a böjtöt. Ezek szerint két vélemény van. Rabbi Akiva véleménye az, hogy az ember ne menjen, ne lépjen be a szombatba éhezve, és ezért a böjtöt ne fejezze be, hanem még a szombat bejövetele előtt valamit kapjon be. És Rabbi Jaiszi azt mondja, hogy az ember fejezze be a böjtöt, és hiába már bejött a szombat, akkor is böjtön, amíg föl nem jöttek a csillagok, és utána köszöntse a szombatot. Amellen Rabbi Jaiszi, és Rabbi Jaiszi a következő módon érvelt. Miért van azon az állásponton Rabbi Jaiszi, hogyha péntekre esik egy böjt, akkor azt még úgy is be kell fejeznem, hogy közben belecsúszok a szombatba. Mert Rabbi Jaiszi a következőt mondja. Ha fordítva van, ha egy böjt vasárnapra esik, mondjuk a Tisza B'Av vasárnapra esik, amikor már a szombat naplementelekor, szürkeletkor el kell kezdenem böjtölni, akkor mi történik? Tényleg mindenki egyetért, nem beszéltünk erről eddig, de mindenki egyetért, hogy ebben az esetben a böjt az elkezdődik már szürkületkor. Magyarul a Tisza B'Av böjtöt szombat este a szürkületkor, még mielőtt a Sábesz kiment volna, még mielőtt elbúcsúznánk a Sábesztől, el kell kezdeni. Akkor itt előfordulhat, hogy böjtölök egy pár, hogy böjtölök egy órát a szombatból, a szombat kimenetele előtt. Akkor ha ez így van a szombat végén, akkor miért ne lehetne ugyanígy a szombat elején? Hogyha pénteken van a böjt, akkor ugyanúgy böjtölhessek még, és vihessem végig a böjtölt, hiába közben belecsúsztam a szombatba. Amellen Rabbi Jaiszi, ijátem mőnimlit be Tisebev se Hallias be Echad be Sábe se Mávszik be Böjgyaj. Azt mondta nekik Rabbi Jaiszi, hát nem értetek velem egyet? Abban, hogyha vasárnap leesik a Tisebev, akkor az ember már szombat délután a szürkületkor abba hagyja az evést. Amrulójával, azt mondták neki, de egyetértünk veled. Amellóan, Málili Kanezbak Sume, Unne Máli Lacesz Menök Sume, azt mondták nekik, na akkor mi a különbség? Mi a különbség akközött, hogy az ember ne jöjjön be éhezve a szombatba, mint hogy ne menjen ki, ne búcsúzza a szombatból éhezve. Ugyanaz, amikor elbúcsúzik a szombatba, akkor lehet böjtölni szombaton, tehát a szombat végén az utolsó órát lehet böjtölni, akkor miért lehetne böjtölni? A böjt, ha péntekre esik a böjt, az első óráját a szombatnak. Amrulaj, íjjom a mártalatsz észre mennasárja, ahalve sasszakalajjön kulaj, tajmárlik handezbök súmen, és lejahalve sasszakalajjön kulaj, azt mondják neki, hogy hozhatod össze ezt a kettőt? Amikor az a böjt vasárnapra esik, és elkezdesz böjtölni szombat este a szürkületkor, akkor egész nap ettél, ittál, a sábeszt jól laktál, a sábeszt élvezted, az utolsó órát nem eszed, nem a világ vége? Elkezdheted a böjtöt? De ettől ez nem ugyanaz, mint amikor pénteken van a böjt, és amikor végigviszednéd a böjtöt, és úgy lépnél be a sábeszbe, akkor éhezel a szombat egy órájában. Amikor vasárnap esik a böjt, akkor nem fogsz éhezni, abban az egy órában sem, amikor böjtölsz, degeszretted magad egész sábeszkor, az utolsó órában alig tudsz enni amúgy is, akkor kit zavar, hogy akkor böjtölsz? És ezért nem fogadták el ezt a párhuzamot. Báron is legyen, mert Ulla, a Laha Rabbi Jaiszi. Ulla azt mondta, a Halacha Rabbi Jaiszit követi. Vagyis Ulla azt mondta, hogy a böjtöt be kell fejeznem pénteken, annak ellenére, hogy belecsúszok a szombatba, és egészen a csillagok feljöveteléig kell böjtölnöm, hiába már egy órája ránk köszöntött a szombat a szürkületkor. Oké. Ezek szerint Ulla azon az állásponton van, hogyha egy böjt napon péntekre esik, akkor egészen a szombat bejövetele után is még egészen a csillagok feljöveteléig kell böjtölnöm. Azt kérdezi a Talmud, mi Abdinak Rabbi Jaiszi? Tényleg Rabbi Jaiszi szerint járunk el? Ura minhu? Amikor tanuljuk egy misnában, a következő tanultuk egy misnában. Most Rabbi Jaiszi véleményét fogjuk próbálni megkérdőjelezni. Legalábbis azt fogjuk megkérdőjelezni, hogy nem Rabbi Jaiszi véleményét követjük a gyakorlatban. Ulla azt mondta, hogy Rabbi Jaiszi ugyan ezt tanította, és ezt is kell követni. Mi azt fogjuk próbálni bebizonyítani, hogy ez nem így van, és nem Rabbi Jaiszi véleménye a követendő. Mi a misna, amit tanulunk a Táni traktátusban?
én gőzint tálin szelet cimbúrra se hadasim ve hanukö purim, én mi szhilu, én mafszikin névre van gemlél. Alapból azokat a közösségi böjteket, amiket például elrendelnek a szárasság miatt, ugye, amit említettem az előbb, hogy hétfőn, csütörtökön, stb. Böjtölünk, ezt nem rendelik el Purimra, Hanukára, vagy a Shajdes napjára. Mert ezek ünnepek, és egy ilyen ünnepen ne böjtöljünk. De, imis chiluim afszikin, ha már elkezdték a rendszerét ezeknek a böjtöknek, amik így követik egymást, hétfő, csütörtök, akkor egészen addig, amíg az eső el nem jön, akkor ezt nem szabad félbehagyni. Hiába besik bele az ünnep, Purim vagy Hanuka, mégiscsak böjtölünk. Divel Rabban Gamliel, ez Rabban Gamliel véleménye. Amar Rabbi Meir, Áfap is, Amar Rabban Gamliel, én mafszikin, majd a hajas én a slimim. Erre azt mondta Rabbi Meir, annak ellenére, hogy Rabban Gamliel szerint, ha már elkezdtük ezt a rendszert, a hétfő csütörtök hétfői böjtöt, és ez belecsúszik a Purimba vagy a Hanukába, akkor csinálni kell. Hiába eleve eredendően nem rendelnénk el böjtöt ilyen ünnepnapra, de ha már így alakult, akkor ezt folytatni kell. De egyetért velem, Rabban Gamliel, hogy bár ilyen esetben böjtölünk Purim napján vagy Hanuka napján, a böjtöt nem kell befejezni. Magyarul egy kicsit böjtölünk, de a böjt vége előtt eszünk valamit. És most jön a lényeg. Chémbe tisebe, halljössz berev sábesz. És ugyanígy a Tisza B'Av napja, hogyha péntekre esik, akkor nem kell befejezni a böjtöt, hanem még a szombat bejövetel előtt eszünk. Oké, ez van a misnában. Most folytatjuk. Betánye. Tanultuk, van egy másik brájta, amire a következő volt. Tehát azt látjuk, hogy Rabban Gamliel azon az állásponton volt, hogy nem rendelünk el egy ilyen böjtöt, és hogyha mégiscsak elrendeltünk egy böjt sorozatot, amiben belecsúszik már a böjt úgy, hogy Purimra vagy Hanukára esik, akkor nem visszük végig a böjtöt, hanem valamit eszünk a böjt vége előtt, hogy a tiszteletet megadjuk a Purimnak vagy a Hanukának. Erre mit mondott Rabbi Meir, hogy igaz, bocsánat, újra. Rabban Gamliel azt mondta, hogy nem rendelünk el böjtöt ezekre a napokra. Hanukára és Purimra nem rendelünk el böjtöt. Ha mégis már elrendeltek egy böjt sorozatot, és nem jött vége, mielőtt jött a Hanuka és Purim, akkor be kell fejezni. Ez volt Rabban Gamliel véleménye. Jött Rabbi Meir és azt mondta, hogy bár ez Rabban Gamliel véleménye, ez nem azt jelenti, hogy be is fejezzük a böjtöt. Hogyha Purimra vagy Hanukára esik a böjt, akkor elkezdünk böjtölni, de nem fejezzük be. Ugyanígy tette hozzá, Tisza B'Av, ami péntekre esik, azt böjtöljük, de nem fejezzük be a böjtöt, a sábesz bejövetel előtt egy kicsivel eszünk, valamit kóstolunk. Oké. És ez volt a misna. Egy brájta feljegyzi, hogy mi történt Rabban Gamliel halála után. Tanya lachepetir asszesel Rabban Gamliel nichaszab isola haferezd varav. Történt Rabban Gamliel halála után, Rabbi Yeshua bejött a tanházba, és azt mondta, hogy nem veszem figyelembe a véleményét. Magyarul ő azon az állásponton volt, hogy be kell fejezni a böjtöt. Hiába esett Purimra, vagy Hanukára most a böjt, be kell fejezni. Amad Rabbi Yehichem ben Uri al-Ragl van, mert Chazar Chazé anna de baszere is a gufa az. Erre felháborodott Rabbi Yehichem, és azt mondta, te, én mindig úgy tudtam, hogy a fej után megy a test, és nem fordítva. Magyarul, ki vagy te? A fejünk az Rabban Gamliel, és ő határozta meg, hogy kell csinálni, akkor őt követjük. Ki vagy te, hogy most jött, ide jössz, és más mondasz. Kolli most a Rabban Gamliel, kavána a lakkamai szöj. Rabban Gamliel élete során végig őt követtük a halakában. Ágsavat, amely vákes levátelt varav, és most jössz, hogy megfordítsd a szavaid? Soha én sem illak, soha tud meg, hogy nem hallgatunk rá, csak vár nikva a lakakra megem liel, mert a halaká már meg lett határozatra megem liel. Lajhaja adam se irer bedavrav klum. És nem volt senki, aki vele szembe ment volna. És mit látunk ebből? Azt látjuk ebből, hogy összességében az volt a halaká, hogy nem ettek, vagy bocsánat,
az a tálaká, hogy nem fejezték be a böjtöt. Ha a böjt péntekre esett, és mondjuk a Tisza B'Av péntekre esett, akkor nem fejezték be a böjtöt Sábesz elő, nem fejezték be a böjtöt úgy, hogy a Sábeszbe is belenyúljon, hanem korábban már befejezték, és kóstoltak valamit még a Sábeszbe jövetele előtt. Akkor mégsem Rabbi Yossi véleményét követték. Emlékezzünk vissza, mit mondtunk az előbb? Hogy Rabbi Yossi azt mondta, hogy vitatkozott Rabbi Akivával, és Rabbi Yossi azt mondta, hogy ha egy böjt péntekre esik, akkor azt a böjtöt be kell fejezni. Rabbi Akiva azt mondta, hogy nem kell befejezni, hanem korábban kell, hogy nehogy éhezre kezdjük, menjünk bele a szombatba, korábban már a szombat bejövete előtt valamit kóstolni kell. Ebben a misnában mit látunk, és a Brájtában mi ezt követi, hogy Rabban Gamliel is azon az állásponton volt, mint Rabbi Akiva, hogy enni kell a szombat bejövetel előtt valamit, és azért nem fejezzük be a böjtöt. Akkor látjuk, hogy Alaha mégsem Rabbi Yossit követte. Azt mondja, a Talmud, de Deirés, Rabbi Gamliel, avot, Rabbi Gamliel, de Deirés, Rabbi Yossi, avot, Rabbi Yossi. Azt mondja, a Talmud, nem tudod, mi a válasz? A válasz az, hogy Rabban Gamliel idejében tényleg Rabban Gamlielt követték, és ettek valamit a böjt vége előtt, hogy a szombatba ne csúszanak bele, és ne éhezve fogadják a szombatot. Rabbi Yossi nemzedékében pedig Rabbi Yossit követték, és az ő idejében pedig végigcsinálták a böjtöt, és nem zavarta őket, hogy éhezve köszöntik a szombatot. Erre azt mondja a Talmud, hogy dőről is Rabban Gamliel, amúgy Rabban Gamliel. A tánya amár Rabbi Lazar, Rabbi Tzadeik, a Niaisi Bnei Szav Ben Binyamin. Pám hal, áhász hal, tisebe a lézbe sábasz, de hinnél áhász sábasz, viszont nénibe is, mi lő is lámnunk, és a jöjjöntöv se lannu haja. Tájmed a jöjjöntöv, ha erem jöjjöntöv, ma slimim. Most a Talmud a következőben azt is meg fogja próbálni kérdőjelezni, hogy egyáltalán tényleg mindig Rabban Gamlielt követték-e. Miről van szó? Ugye, volt egy olyan szokás, hogy vagy nem egy szokás, hanem a szentélyben, ugye az oltáron folyamatosan égett a tűz. És ezt a tüzet valamiből táplálni kellett, ugye? Tűzifa nagy érték volt már akkor is. És amikor a zsidók visszatértek a babiloniai fogságból, akkor 9 család vette magára, hogy ők fogják örökre táplálni a oltárnak a tüzét. És mindegyiknek megvolt a maga napja, hogy mikor hozza a fát a szentélybe. És a Benjamin törzsében lévő Snab fiai, azoknak ez a nap, ez Afho tizedikén volt. És ez egy ünnepnap volt a számukra. Ugye, ünnepeltek, mert nagy megtiszteltetés volt a szentélybe ilyen ajándékot vinni. Meséli Rabbi Tzadok, azt mondja, én ennek a törzsnek a fia voltam, és egy alkalommal a Tisza B'Avi böjt, az Afho 9-i böjt át lett téve Afho 10-ére a következő napra, mert pont szombatra esett Afho 9, és ilyenkor egy nappal eltoljuk a böjtöt, és így egybeesett a böjtnap a mi ünnepnapunkkal. Ugye nekünk mi az ünnepnapunk? Afho 10-e, mert akkor hoztuk a tűzifát. És mit csináltunk, hogy eleget tegyünk a böjtnek is, és eleget tegyünk az ünnepnapunknak is, böjtöltünk, de a böjt vége előtt ettünk valami keveset, hogy ezzel tiszteletet adjunk az ünnepnek. Tájma de jamtov, ha erev jamtov, ma slimim. Ezek szerint mi volt ebben a mondásban, a tanításban a különleges, hogy olyan esetben, amikor a böjtnap maga esett a mi ünnepnapunkra, Afho 10-ére, akkor nem fejeztük be a böjtöt, és ettünk valamit. De akkor ezek szerint minden más évben, amikor mondjuk az Afho 9-e kedre esett, Afho 10-e ünnepnapjuk az szerdára esett, akkor befejezték a böjtöt.
ha befejezték a böjtöt, az azt jelenti, hogy hiába csúsztak bele közben az áfó tizedikébe, mégis befejezték a böjtöt, tehát Rabbi Yossi véleményét követték. Azt mondja, erre a vina, mert a vina, sajni, jöntőse, livreje, mi tőjök sem, mi szállimba is sajt, mi slimimba is árvia is, sávesz, hogy de én mi számomba is sajt, én is lemő elvész, azt mondja, hogy lehet a kettőt összehozni. Ez az ünnepségük, az áfó tizedike, az persze lehet, hogy ha bejött ha úgy jött ki a lépés, áfó tizedike, az egy olyan ünnep, ami egy rabbinikus ünnep, egy rabbinikus rendelet, egy rabbinikus ünnep, ez nem egy komoly ünnep, nem egy tórai ünnep, olyannyira nem annyira szigorú ünnep, hogy magán ezen az ünnepen lehet böjtölni. Ugye? Mert ha áfó tizedikére tették át az áfó kilencedikei böjtöt, akkor ezek a Binyamin törzsbeliek is böjtöltek azon a napon, csak nem fejezték be a böjtöt. Ha lehet egy pár órát böjtölni ezen a napon, akkor ugyanígy normál esetben, amikor áfó kilencedikét befejezték, akkor végig csinálták a böjtöt. Ez viszont nem vonatkoztatható a sábeszre, mert sábeszre egyáltalán nem szabad böjtölni, és a mi kérdésünk az volt, hogyha péntekre esik egy böjt, szabad-e belecsúszni úgy a sábeszbe, hogy végigcsináljuk a böjtöt, és így éhezve lépünk be a szombatba. Tehát akkor ez a magyarázat, vagy ez a hogy is hívják, ez nem egy jó bizonyíték. Oké, akkor még mindig nem tudjuk, mi a válasz. Alapvetően két vélemény van, Rabbi Yossi és Rabbi Gamliel, vagy Rabbi Yossi és Rabbi Akiva. Rabbi Yossi azt mondja, hogy végig kell csinálni a péntekre első böjtöt, úgyis, hogy közben belemegyek a szombatba, és a többiek meg azt mondják, hogy nem kell, hanem még a szombat bejövetele előtt valamit kóstolnom kell. Amer Rabbi Yossi, Flöjs, Amirli, Hasmájsza. Rabbi Yossi azt mondta egyszer, de én nem emlékszem, hogy ezt, hogy a halakha Rabbi Yossit követni, én ilyenre nem emlékszem. Ugye Ula azt mondta, hogy a halakha Rabbi Yossit követi, és a böjtöt be kell fejezni, hiába van péntek, és ezzel belecsúszok a szombatba. Én nem emlékszem ilyenre. Amelé a bája. Át a Mártni alan? Azt mondta el neki a bája, hogy nem emlékszel. Te tanítottad nekünk. De a há a Mártni alan. És minek kapcsán tanítottad? Ezt is megmondom neked. Én gajzim tájnézzel a cibubra, se hadasim, hogy ugye azt volt ez a misna, amit mi is idéztünk, hogy nem szabad egy böjtöt elrendelni Purimra, úgyhogy Purimra essen, vagy Hanukára essen, vagy a Shchoidesre essen, de ha már elrendeltek egy böjt sorozatot, és az már elindult, és nincs vége, és közben belecsúszik el a Shchoidesbe, vagy belecsúszik Hanukába, vagy Purimba, akkor már meg kell csinálni, és erre azt mondta Rabbi Meir, hogy igen, de nem kell befejezni, és erre azt mondtad, hogy, és te ezt hozzátetted, ennek kapcsán azt mondta Ráv, amit mi eddig nem tanultunk, hogy a bölcsek viszont azt mondták, hogy be kell fejezni. Még egyszer próbálom, mert kicsit széteső ez a mai este. Akkor még egyszer. Két vélemény van. Rabbi Gamliel véleménye és Rabbi Yossi véleménye. Rabbi Gamliel szerint nem kell befejezni a böjtöt, ha a böjt péntekre esik, azért, hogy a szombatot azt ne teljesen kongóhassal köszöntsük. Rabbi Yossi szerint végig kell vinni a böjtöt. Most van egy misna. Misna azt mondja, hogy Rabbi Gamliel azt tanította, hogy böjtnapot ilyen rabbinikus ünnepnapra nem szabad tenni, mint a Hanuka, vagy a Purim, vagy a Rosh Chodesh, de ha már van egy böjt sorozat, amit az éhínség miatt rendeltek el, és az ráesik a valamelyik ilyen ünnepnapra, akkor mégiscsak azt meg kell tartani. De ehhez hozzátette Rabbi Meir, nem kell befejezni. Nem kell a böjtöt befejezni ezeken a napok, hanem lehet a böjt vége előtt valamit enni. És erre mit mondott Rav Yosef? Idézte Rav Yehudát, aki Rávot idézte, és azt mondta, hogy Ráv azt tanította, hogy ez tényleg Rav Gamliel és Rav Meir véleménye, de a bölcsek nem értenek ezzel egyet. És a bölcsek szerint hiába esett az ünnep napra, tehát Purim ünnepére, vagy Hanuka ünnepére, vagy Rosh Chodesh ünnepére, a böjtnap be kell fejezni. És ha ez így van,
akkor ez azt is jelenti, hogy ha Tisza Beáv péntekre esik, akkor be kell fejezni, hiába ezzel belecsúszunk a szombatba. My love, a kulhu. Bája azt mondja, hogy amikor Ráv azt mondta, hogy a bölcsek véleménye viszont az, hogy be kell fejezni a böjtöt, akkor nem csak arra gondolt, amit Rabbi Meir mondott, hogy az elején, hogy ha Purimra esik, a Hanukára esik, ha a Roskajdesre esik, hanem arra is, hogyha péntekre esik a Tisza B'Áv, akkor is be kell fejezni a böjtöt. Azt mondja, Talmud, nem. Loj, a Hanukó Purim. Nem, ez nem igaz. Csak arra gondolt itt Rabbi Huda és Rabbi Yosef, hogy Hanukakor és Purimkor, hogyha arra ráesik egy böjt, mert már egy böjtsorozat részeként, akkor nem kell befejezni a böjtöt. De nem arra gondoltak, hogy, de arra a mondásra, amit a végén még hozzátett Rabbi Meir, hogy a pénteki Tisza B'Ávot sem kell befejezni, és erre azt mondta volna Ráv, hogy a bölcsek szerint viszont be kell fejezni, ez nincs így. De iszálka dájtak a kulhu, ha baj miné Ráv, ami Rabbi Huda, vele egy pasat lé. Mert igaz lenne, hogy erre is vonatkoztatott, hogy erre is vonatkoztatta Rabbi Huda Ráv nevében ezt a mondást, akkor miért nem tudta a választ arra a kérdésre, amit egy fél órával ezelőtt tettünk föl, hogy pénteken be kell fejezni a böjtöt, vagy sem? Tudta. Hát mondhatta volna, hogy a bölcsek szerint be kell fejezni. Azt mondja, a Talmud, illetve a Mich, ha de darás már zutam, és mind Rav Huna a lachat, mi szálljunk máslim, ha bami Rav, ami Rav Huna, vagy pasat lej. Erre azt mondja, a Talmud, na jó, ezzel nem lehet bizonyítani, mert Rav Hunától is megkérdezték, hogy mi a halaká ilyenkor, és nem tudta a választ, és itt most szerintem mégiscsak tudta a választ. Elha, mik ménydesame, ha le basszeresame, ha nem jön mik ménydesame, ha le basszeresame, darás már szutra, és Rav Huna halaká, mi szánnem más nem, hanem miről van szó? Arra van szó, hogy itt különböző időpontokban hangzottak el ezek a tanítások, és volt ugyanattól az embertől egy tanítás azelőtt, hogy hallotta azt a halakát, hogy be kell fejezni a böjtöt, és az után, hogy hallotta azt a halakát, hogy be kell fejezni a böjtöt. Bármi is legyen, mégis azt mondta már Zutra, a Funa nevében, hogy a halaká az, hogy befejezzük a böjtöt pénteken. Ugye akkor végül is követ ez a halaká valóban, ugye, ahogy az előbb is említettem, az egyetlen böjt, ami péntekre eshet, az a tévé tizedike. És azt valóban be is fejezzük, és nem hagyjuk abba a szombat bejövetel előtt. Tehát az, amit Rabban Gamliel és Rabbi Akiva mondott, hogy nem illik, hogy az ember éhezve lépjen be a szombatba, az nem igaz, és, vagy nem ezt követjük, hanem igenis befejezzük a böjtöt, és hiába jött be a szombat, mi még nem csinálunk kidust, egészen addig, amíg le nem megy a vagy föl nem jönnek a csillagok, és teljesen beesteldik, és akkor vége van az a böjtnek, és akkor lehet enni-inni. Oké, ezzel befejeztük a harmadik fejezetet, most elkezdjük az Éruvin traktátus negyedik fejezetét. Mielőtt belekezdenénk a negyedik fejezetbe, érdemes egy pár alap szabályt gyorsan átismételni. Lehány. Ugye, milyen szabályokra gondolok? Ugye beszéltünk arról, hogy egy embernek van egy tchum sábesze. Tchum sábesze az azt jelenti, hogy ahol a székhelyen van, attól a székhelytől egy 2000 lépésnyi rádiuszban mozoghatok sábeszkor. Ez egy a legtöbb vélemény szerint rabbinikus előírás. Hogyha ez egy a sivatag közepén egy semmi, akkor az a sivatag közepén. Hogyha ez a, vagy a, bocsánat, a sivatag közepén egy semmi, egy sátorban vagyok, akkor a sátortól 2000 lépés. Hogyha egy városban vagyok, akkor a város egésze az én székhelyem, és a város szélétől 2000 lépést. És mivel akkor, hogyha én, ugye arról beszéltünk eddig, hogy azt meg lehet hosszabbítani, a székhelyemet kihelyezem valahova, és onnan számolom a 2000 lépést. De most nem erről lesz szó, hanem arról, hogy nekem itt van a székhelyem Budapesten.
Szerintem, hogy Budapest határától 2000 lépésnél tovább nem mehetnék. Mi van akkor, hogyha ne adj Isten letartóztatnak, és a rendőrök kivisznek Budapestről? Akkor elhagy az akaratom ellenére. Akkor elhagyom a szombati határt akaratom ellenére, de elhagytam. Akkor mi van? Onnantól fogva mit mozoghatok? Hol van a székhelyem? Ha azt mondjuk, a székhelyed továbbra is Budapesten van, te elhagytad, és most Fóton vagy, ott, ahol vagy, ott nem mehetsz több, mint 4 lépést. Szóval van egy 4 lépésnyi árba-árba-ámos, van egy 4x4-es rádiuszod, és abban kell lenned, azon túl, azon kívül már nem mozoghatsz. Oké? Okay? Ez elég kemény. És különben ez az oka annak, ami majd fogjuk látni, például a gyakorlati téma, mi van, hogyha egy repülő késik, és a repülővel befutok a Sáveszre, belecsúszok a szombatba, ne adj Isten, és leszáll péntek este. Akkor a repülőről nem szállhatok le. Mert a repülőn volt az én szombathatárom, ott van a szombathatárom, onnan számolod, bocsánat, ahol a repülő volt a szürkületkor, ugye? Mert mindig az a szombathatár meghatározó székhelyem, ahol voltam a szombat bejövetelekor. Most, hogyha én nem tudom, Zimbabwe fölött voltam a szombat bejövetelekor, és közben megérkeztem Izraelbe, akkor én már rég túlmentem, kiléptem a szombat határomból, tehát most nem mehetek 4 lépéssel tovább. Oké, akkor erről fog szólni az első misna. Mi is a ciúr nachrimai ruachra, ha valakit akarata ellenére kivittek, itt ugye azt használja, hogy a nem zsidó hatóságok a szombat határból, a saját szombat határából, tehát a székhelyétől számított szombat határtól, hogy ruachra, hogy megszállta egy rossz szellem, bepistult, és elhagyta rájött valami roham, és elhagyta a szombat határt Sáveszkor, én lejjel a árbámész. Csak az a 4 ama területe van, ahol éppen van. Tehát ahova lerakták, vagy ahol magához tért, onnan nem hagyhat, azt a helyet nem hagyja el 4 lépésnél többet. De hichziru, viszont hogyha a hatóság vissza is hozta, kivitték Fótra, és visszahozták a Budapestre, kirúj lajatsz, akkor mit, ami se történt volna? Hogy nihul, és mozoghat Budapesten. Most, hogy lichőle ír a keresz, na snuha bedír, oly beszahár, de mondjam, lielrem lazabben az árja, minne hálekhez kula, ami soha remények, kivalim, én le ele árba ámolysz. Most, amikor azt mondtuk, hogy ha elhagyta a székhelyét akaratán kívül, és megérkezik valahova, akkor csak 4 lépésnyi helyet mehet, a kérdés az az, hogy mi van akkor, hogyha nem a szabadba rakták le Fót melletti külvárosban, hanem egy épületen belül helyezték el. Bevitték a rendőrösre. Az épületen belül mozoghat vagy sem? Vagy ott is csak a 4 áma számít? Ugye miért van 4 áma? Mert azt mondjuk, hogy ez a 4 áma az én új helyem. Nem új székhelyem, de új helyem. Akkor egy épületre azt mondom, hogy az egész épület az én helyem, olyan, mint hogy ez lenne az én 4 ámám, vagy azon belül is csak 4 ámát tudok mozogni. Ez vita. De még emlékezőbben az, amiben az árja azt mondják, hogy az egész épületbe lehet mozogni. De nem Jeshua azt mondja, és Rabbi Akiva, hogy nem lehet mozogni. Már halakára még emlékezőt követi. Tehát a repülős esetben, akkor, hogy hallottam, volt egy barátom, távol ismerősöm inkább, akivel ez megtörtént, és azt mondta, ő nem száll le a repülőről. Nem száll le. Hívták a rendőröket, és a rendőrök kivezették, és bevezették a repülőtérre. Nagyon boldog volt, most a repülőtérre mozoghat, ugye? Mert a repülőről, ha lejön, az nem egy épület, akkor tényleg csak 4 ámát tudna mozogni. Ha erőszakkal elvitték, akkor elvitték, nem ő ment el, és onnan már az épületen belül már mozoghatott, tehát ott töltötte a Sáveszt a reptéren. A Bésó azt mondja, hogy még egy épületen belül sem mozoghat 4 lépésnél többen.
Májsze se bó, mi plander szín. Mi fligasz, vin asszom, mi jám. De még emlélemre, mi lazban az állja a cheszkó, de mi sovra, mi kivel az az várba, ám, és erre ott szól, látszva. Történt egyszer, hogy plander szín, és itt a kommentár azt mondja, hogy ez valószínűleg Brindisi. Van egy ilyen olasz kikötőváros, Brindisi, Brindisi, valami ilyesmi. Na, onnan indult a hajójuk, és ez a négy bölcs rajta volt a hajón, és bejött a Sábesz, és ment a hajó, akkor elhagyták a szombat határukat, és ott voltak a hajón. És mit csinált a két bölcs, remélem Lél, Rabbi Lezer, az egész hajón boldogan, szabadon mozogtak, Rabbi Yeshua és Rabbi Akiva, viszont akik szigorúbbak voltak, ahogy az előbb is láttuk, ők a hajón is csak a négy lépés hagyták meg. Négy lépésen rádiuszon belül mozogtak. Egyszer egy fordított eset történt. Pám áhász, nichnuszum, löj nichnuszum, lennom, látsak a séha. Egyszer jöttek hajóval, és péntek délután volt. De nem értek be a kikötőbe, csak péntek estére. Akkor már beesteledett. Szürkületkor a városhoz közel, a kikötőhöz közel voltak. Most, hogyha 4000 lépésnél közelebb voltak, akkor azt jelenti, hogy már beértek a város rádiuszába. Tehát a város tekintető a székhelyüknek. És megkérdezték le, hogy mi most a teendő? Rabbi azt mondta, amelem mutari matem se kvára itim, és tákevelegnem a széket, humácsa lejk a séha. Azt mondta, szerintem le lehet lépni a harról, mert én láttam, hogy már a szombat határon belül vagyunk, 2000 lépésnél közelebb vagyunk a kikötőhöz. A Talmud majd fog arról beszélni, hogy honnan tudta ez Rabbi Gamliel ilyen jól. De ha nem lett volna így, akkor az ő székhelyük valahol a tenger közepén lenne, akkor ők nem hagyhatnák el azt 2000 lépésnél többet, tehát nem jöhetnének le a hajóról. Ő azt mondta, hogy lejöhetnek a hajóról. Oké, a Misna ugye említést tett arról, hogy valaki elhagyja a székhelyét, vagy azért, mert a hatóságok vezetik el, vagy azért, mert megszállta a rossz szellem. Valami megbudjant az agya. Most ennek kapcsán fog most jönni egy pár kis agadete, egy kis agada, szép kis tanítások a budjant agyuság kapcsán. És ha már erről szó van, akkor sok minden másról is szó lesz. Úgyhogy nézzük. Tanulában van, slajsod van, már vinénesz a adomál, dájtvál, dászkainai. Három olyan dolog van, ami az embert ahhoz vezeti, hogy a saját akarata ellen cselekedjen, és az örökkévaló akarata ellen is cselekedjen. Övdéke havi. A pogány hatóságok, amelyek az embert rákényszerítik minden akarata elleni, vagy Isten elleni cselekedetre. Ruachra, az, hogy megbudjan az agya, megbolondul. Pedig dukjáni ősz, és a nagyon nagy szegénység. Amikor az ember nagyon szegény, akkor olyan dolgokat csinál, amit se ő nem akar, se az jó Isten nem akar. Azt kérdezi, hogy Talmud, ez nagyon szép, le máj nafki, mint kit érdekel? Miért volt fontos ezt mondani? De mi baj, ráhmian lejó, az ember tudja, hogy mindig imádkozzon, hogy ez a három dolog ne érje. Ne érje baj a pogány hatóságok révén, a soha ne budjanjon meg az agya, és ne jusson olyan szegénységbe, hogy akarata ellenére kelljen dolgokat csinálnia. Három olyan fájdalom van, ami olyan borzasztó fájdalom már ezen a világon, hogy aki ezt megéli, az biztos, hogy nem fog a pokolra jutni, mert minden büntetés megkap ezen a földön. Mi ez a három? Digdukjánihez, akkor valaki nagyon szegény. Hajlimáim, ha valakinek egy gyomor fájdalmai vannak. Visszatérve a Talmud időben valószínűleg ez egy nagyon valahogy ez a betegség, ez kiemelkedő volt minden más betegség közül, a különböző gyomor betegségek. Varasúz, és a harmadik dolog az, aki sok mindenkinek tartozik, és a hitelezői állandóan a nyakára járnak, az is egy olyan fájdalom, ami az embert mentesíti a pokoltól. És Jézsaimrim, Áf Isara. És vannak, akik még egy negyediket is hozzátesznek, egy rossz indulatú asszony.
egy rossz indulatú asszony is olyan sok fájdalmat tud okozni, hogy akinek ebbe van része, az már a pokolra nem is kell, hogy menjen. Azt mondja a Talmud, mi az, hogy egyesek szerint egy rossz indulatú asszony? Az első vélemény nem értett ezzel egyet? Miért csak egyesek szerint? És igen, az első vélemény szerint idach, és raha, mit szól a garsa? Szerinte el lehet válni. Váljon el, és akkor nem lesz olyan nagy probléma. Idach, zimnindek szóval, mert rúgva azt mondja, és akkor többiek miért nem mondják te ezt? Azt mondja, nem mindig lehet olyan könnyű elválni. Miért? Előfordul, hogy a ketubában sok pénz van. Nagy a végkielégítés, amit az asszonynak adni kell, és az ember nem tud elválni, nem tudja kifizetni. Vagy vannak gyerekek, amiket fel kell nevelni, és ezzel nem tud elválni. Na ilyenkor a Jóisten úgy veszi, hogy, hogy a büntetését már megkapta az illető. Oké, nagyon jó. Le májnaf kemina, megint csak kit érdekel, ez miért fontos, hogy ezt mondjuk. Le kabulule máháva, azért az ember, hogy ilyen fájdalmakban részesül, akkor azt szeretettel fogadja. Ez egy fogalom. Le kabeli szurim máháva. Ha Istentől kapunk valami fájdalmat, azt szeretettel fogadjuk, mert ismerjük föl, hogy van benne valami pozitív. Itt például hiába fájdalmas, de legalább a pokoltól megment. Oké. Még egy ilyen hármas mondás. Shloisha meisim kseim szapri. Három olyan halál van, ami olyan hirtelen az emberre, hogy az ember még beszéd közben is belehalhat. Chöyle meáim. Gyomorbetegség. Chája. A kismama a szülés után hirtelen, nagyon hirtelen rájöhet valami betegség, és belehalhat. És vehi darkein. És a torokgyík. Ezek a betegségek ugye nem jó sok ilyen betegséggel foglalkoztunk már Sábát, meg a különösen a Bráhot traktátusban, de ezek nem mindig teljesen tiszták, hogy a mai betegségek közül melyiknek a megfelelője. Oké, le májnaf kamina. Miért kell ezzel? Miért kell ezt mondani? De most musebeúz vadárta. Az az ember készüljön föl, hogy ilyen betegsége van, akkor menjen a biztonság kedvéért, írja meg a végrendeletét, készítse elő a halotti ruhákat. Nem, biztos, hogy meghal, de ha meghal, akkor ne érje meglepetésként. Oké. Most visszatérünk a misnánknak a halachikus kérdéseihez. Mi a halachikus kérdés? Azt mondtuk, hogy ha valakit a hatóság kivezetett, akkor csak azon a helyen tud mozogni, ahova eljutott. Kivezették a szombat határból. Ha visszavezették, visszahozták Budapestre, akkor szabadon mozoghat a városban. Ennek kapcsán, nem a Rav Nachman, nem a Shmuel, jatszol a dász, én léle árbámesz. Azt mondja a Shmuel, ha valakit nem erőszakkal vezettek ki, hanem önszántával ment ki, akkor ugyanúgy, csak azon a helyen, ahova eljutott, vagy ahol rájön az engedelmesség, ott és csak 4 ámás rádiuszban mozoghat. Azt mondja, Talmud Pshita, teljesen egyértelmű, miért kell ezt mondani? Hástam is unnöci nachrim, én lejjel el bám, és jatszol a dász, mi baj? Ha kényszer alatt a hatóságok kivitték, akkor is úgymond büntetve van, hogy csak 4 ámás rádiuszban mozoghat, akkor pláne, hogyha saját akaratából ment ki. Elejém a hazal a dász, én lejjel el bám, szerintem az elnézést, rosszul idéztük Smuel. A következőt mondta Smuel. Ha valakit erőszakkal kivittek a szombat határból, de nem erőszakkal hozták vissza, hanem ő maga saját akaratából jött vissza, akkor már nem működik az, hogy ha elérkezett a városba, akkor már jók vagyunk. Hanem bárhova is jön rá az engedelmesség, ott csak 4 lépésnyi rádiuszban mozoghat. Azt mondja a Talmud, ezt se kell mondani. Miért kell ezt mondani? Ha nem jutani, na ez is egyértelmű a mistánkban. Miért? Mert mit mond a misna? Ichziru nachrim kirulajhiciu. Ichziru de kirulajhiciu. Ávalajhiciu nachrim hazan dászén elbámasz. Miért? Mert a misna hogy fogalmaz? Ha kivitték erőszakkal és visszahozták erőszakkal, akkor olyan, mint a misna történt volna és mozoghat a városba. Mit tanulunk ebből? Hogyha visszahozták erőszakkal, akkor mozoghat nyugodtan a városban. De ha nem erőszakkal hozták vissza, ő maga jött vissza, akkor már nem.
akkor nem így fogalmazott volna a Mishna? Elején ma jatszol a dász, végzelő naklim, én lehet a árbámes. Azt mondta, hogy na jó, akkor megint újra fogalmazzuk. Nem ezt mondta Smuel. Smuel azt mondta, ha valaki kiment a szombat határból, szabad akaratából, és a hatóságok erőszakkal visszahozták, akkor is csak 4 lépésnyit tud mozogni. Azt mondta, hogy megint csak ha nem itt a Nina, ez is olyasmi, ami egyértelmű a szövegben. Mit mond a szöveg? Ha kivezették erőszakkal és visszahozták erőszakkal, akkor mozoghat szabadon. Ezek szerint, hogyha nem kivezették erőszakkal, mivel a saját akaratából ment ki, akkor is, hogyha visszahozták erőszakkal, akkor már, nem, akkor már csak 4 lépésnyi rádiuszban mozoghat. Tehát a szövegből, a Mishna szövegéből, mivel azt mondja a Mishna, hogyha kivezették erőszakkal és visszavezették erőszakkal, ebben egyértelmű, hogy csak ebben az esetben van az, hogy a városban szabadon mozoghat. De a kettő irányból, az egyik már szabad akaratából történt, akkor ez már nincs így. Azt mondja, Talmud, mégiscsak így van. Mégiscsak kellett Smuelnak mondani. Miért? Máud, a témalic dadunk tani, mi is egy szön nachrim, hazad a dász, én lel árbám, száll, jatsza a dász, hogy nachrim, ki lel jatsza, ki másmilon. Azt gondolhattam volna, hogy ez a megszövegezés, hogy kivezették erőszakkal, meg visszavezették erőszakkal, ez nem egybe történt ez a szövegezés, hanem külön. És ezért azt gondolhattam volna, Misha egy cél nachrim hazalad dász, én leerbe álmaz, hogy tényleg valakit kivezettek erőszakkal, és a saját akaratából visszajött, akkor csak 4 álmás rádiusza van. De hogyha a saját akaratából ment ki, és visszahozták erőszakkal, akkor gondolhattam volna azt, hogy nem csak a 4 lépésnyi rádiusza van, hanem olyan, mint ami se történt volna, és ezért kellett mondani a Smuelnak, hogy nem, ebben az esetben is így van. Oké, akkor bárhogy is legyen összefoglalva, az, hogy valaki egyszer elhagyta a székhelyét, akkor ha vissza is jön a székhelyébe, ha ez bármelyik irányban szabad akaratból történt, akkor az már nem számít, és ugyanúgy jelenleg nincs székhelye, tehát 4 lépésnyit mozoghat csak. És az egyetlen eset, amikor úgymond újra aktiválódik az eredeti székhelye, hogyha erőszakkal vitték ki, és erőszakkal hozták vissza. Oké, akkor most van egy kérdés, egy nagyon praktikus kérdés. Van minél mirába. Hucrach lenne kavav máu. Mivel akkor valaki ilyen helyzetbe került, és most csak egy 4 lépésnyi rádiusza van egész sávezkor. Na jó, de mi van, hogy ki kell menni WC-re? Nem tudott, nem fog becsinálni. Azt mondta erre nekik rába, amella em, gadolok vagy de briesen, de ég, lejsz ászesebeteire. Olyan nagy dolog, mondta rába, olyan nagy dolog a Tóra szemében, a teremtmények méltósága, hogy még egy tilalmat is felold. És ugye itt ez egy rabbinikus tilalom, maga az egész Tchum Shabbos, a szombati határ, ez egy rabbinikus tilalom, ezt fel lehet oldani, és ő elmehet WC-re. Amri nardai, ipi kiáhu, állillet, humbebe, kimend, áll. Azt mondták, na Hárdában, ha itt egy okos emberről van szó, akkor amikor ugye most elhagyhatja a 4 lépésnyi rádiuszát ahhoz, hogy találjon egy illemhelyiségre alkalmas helyet, akkor olyan helyen találja az illemhelyiségre alkalmas helyet, ami már az eredeti székhelyének a rádiuszán belül van, és akkor most már jók vagyunk. Egy kicsit csalhat, így kihasználhatja ezt a kiskaput. Oké. Okay. És akkor eddig beszéltünk magáról az emberről. Az ember, hogyha elhagyja a székelyét, ha visszahozzák, elhagyja, visszahozzák, akkor mi a helyzet? De mi van az embernek az eszközeivel? Az eszközökre ugyanúgy vonatkozik a székhely általi megkötés. Tehát az én eszközeim, ez a pohár, ez Budapesten köszöntötte a Sábeszt, ezért a budapesti határól 2000 lépésnél nem lehet jó tovább elvinni. Most pláne, hogyha ünnep van, amúgy lehetne vinni, de mégis a 2000 lépésnél szombat határon túlra nem lehet vinni. Mivel akkor, hogyha kivitték ezt a poharat 2000 lépésen túl, akkor annak a pohárnak sem lehet tovább mozognia a 4-es rádiuszon kívül. És ennek kapcsán mondja Rav Papa a következő törvényt. Amar Rav Papa pérősi acukhozhatom hazra a filó mézillai szidleszmekaim. Azt mondja, egy eszköz, amit kivittek,
és visszahoztak, akkor is, hogyha szándékosan csinálták, az eszköz esetén már nem igaz az, hogy csak négyes rádiusza van, hogyha visszajött, bárhogyan is, de ha visszajutott az eredeti székhelyének a rádiuszába, akkor ott szabadon mozoghat. My time-a. Miben más ez? Miben más ez, mint egy ember, akinél azt mondtuk, hogy csak akkor igaz, hogyha visszahozták az eredeti, visszatért az eredeti székhelyének a rádiuszába, akkor szabadon mozoghat, hogyha mind a két irányba az akaratán kívül mozgatták, tehát a erőszakkal vitték mondjuk a hatóságok, és hozták vissza. Szóval Talmud itt is, a nusziminhu, egy eszköz, az olyan, mint amit az akaratán kívül mozgatnak. Az eszköznek nincsen akarata, és azért, hogy az eszközt kivitték, ha visszakerült, akkor olyan, mint ami sem történt volna, és lehet az eredeti helyen belül mozgatni. Észvérábja észre bár smájleráv pap, Rabbi Nehemia, vagy Rabbi Lezev, Rabbi Lezev, Jánkeve, Imli, Lai, 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 a szombati határ megszegése. Tehát nem szándékosan vitték ki, vagy szándékosan hozták vissza. Nem szándékos szombatszegéssel történt. Akkor szembe megy az, amit te mondtál, mert te azt mondtad, hogy ez még akkor is igaz, ha szándékosan történt mindez. Azt mondja a Talmud, tönnoihi. Szóval ez igazából, igazad van, ez nem egy konszenzusos vélemény, mert már a Misna idejében vitatkoztak ezzel a tanék. Tánya Pérősi Jaculat Hombe Söjge Jaheilu, Mézik Lajaheilu, nem nekem jaj, mert még Kajman Jaheilu, és Lajmikan Lajaheilu. Ahogy látjuk, de ezt majd holnap fogjuk folytatni, hogy már Rabbi Nehemia a ellenvéleményét egy brájtában is felvetette ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, drága barátaim, holnap reggel 7:30 folytatjuk a tanulást, mindenkit sok-sok szeretettel várok, jó pihenést kívánok mindenkinek, és ebben az új évben egy sikeres évet, egészségben gazdag évet, boldogságban, örömben, jól létben, mindenkinek minden jót, lechaim!